Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Egy sikeres ember lesz a vendégem, egy sikeres ember a vendégem, mégpedig azért, mert nagyon fontos, hogy megismerkedjünk velük, azokkal az emberekkel, akik, ha úgy tetszik, a semmiből egy új, másik világot építettek, méghozzá egy olyan időszakban, amikor a rendszerváltoztatás hajnalától indultak el, és eljutottak addig, ameddig Móré Attila állatorvos, a vendégem az Alfa Befektetési Holding ZRT tulajdonosa, és sorolhatnám a holdinghoz tartozó cégeket, amelyek azt hiszem, hogy neked köszönhetik, illetve annak az innovatív szemléletnek a boldogulásukat, sikerüket az elmúlt 25 esztendőben. Nos, tehát azért induljunk el az elejétől. Ugye a hivatásválasztás meghatározza az ember fia életét, ezt ugye kijelenthetjük. Miként választottál te magadnak? Volt, aki irányított, volt, aki tanácsot adott családi indítatásra, vagy egyáltalán hogy történt? Hát köszönöm a kedves bevezetőt, szép és nagy szavakat mondtál, de azt kell, hogy mondjam, hogy én ezt egy kicsit máshogy látom. Sokkal egyszerűbben és kevésbé pásztosan. Egyszerű paraszgyerekként cecei származású vagyok. Jó tanuló voltam az iskolában, és akkor ide Fehérvárra, akkor még Vántus Károly mezőgazdasági szakközépiskolának hívták a mezőgazdasági régi technikumot. Oda kerültem felvételre, mert hát ez volt a logikus, hogy paraszgyerekként akkor oda járok, apám is oda járt. Az érettség is jól sikerült, és annyit dolgoztam gyermekkoromban, cecém volt fóliasátrunk, dinnyénk, szőlőnk, disznóink, hogy úgy gondoltam, hogy ebből a, én úgy fogalmazok, paraszti boldogságból szeretnék valahogy kitörni, tovább jutni. És ezért megint csak logikusan az adódott, hogy állatorvos legyek, és az Állatorvos Tudományi Egyetemet céloztam meg. Jó tanuló voltál egyébként középiskolában? Igen, jó tanuló voltam. Elsőre be is jutottam, ami nagy szerencse, mert akkor is tízszeres túljelentkezés volt. Ez azóta is egy rendkívül jól minőségű egyetem, tízszeres túljelentkezéssel, és nemzetközileg is akkreditált és elfogadott, világszerte elfogadott diplomával. Úgyhogy onnan meg már egyértelmű volt, hogy ha egyszer állatorvos lettem, akkor egy egészen másfajta életet fogok élni. Legalábbis azt gondoltam, úgyhogy visszamentem szülőfalomtól nem túl messze, 10 km-re Pálfa községbe állatorvosnak. TSZ üzemi állatorvos voltam és két kis falu állatorvosa. 3 évig csináltam, nagyon tetszett, ott többet tanultam gyakorlatban. Elődöntő Zoli bácsitól és a kuncsaftjaimtól, mint amennyit az egyetemen. Úgyhogy 3 év után viszont jött a rendszerváltás, a TSZ tönkrement, a háztáji tönkrement, és úgy gondoltam, hogy fiatal vagyok ahhoz, hogy ott öregedjek meg. Térjünk egy kicsit vissza még Pálfára. Pálfa ugye Tolna megye, Vajta mellett, ahogy elhelyezzük a térben és a megyében. Azért azt tudjuk, és érdekes, amit mondtál, hogy az állatorvosok többsége mindig tanítójának tekinti az előző állatorvost, hiszen egy ilyen településen családtag, minden családnál családtag az állatorvos, függetlenül, ma már talán nem így van, de akkoriban bizonyosan, hiszen neveltek volt ló, tehén, hadd ne soroljam. Tehát nehéz volt kiszakadni, hiszen az egyetem alatt óhatatlanul is urbanizálódik az ember. Nehéz volt kiszakadni ismét abból a budapesti létből, és visszatérni a kis faluba? Nem. Szívesen mentem vissza, mert úgy képzeltem el, hogy egy állatorvosnak faluba kell dolgozni. Annak örültem kifejezetten, hogy sikerült oda a szülőfalunk közelébe menni. Meg egyébként majdnem minden hétvégén is hazajártam szintén dolgozni a mi paraszti gazdaságunkba, tehát igazából nem urbanizálódtam meg, hogy mondjam. Szívesen mentem vissza, mai napig is így van, hogy nem szívesen laknék Budapesten például. De egyébként nyugtalan természetű vagy? Voltál? Tehát amikor jött a rendszerváltoztatás, akkor azonnal gondoltál rá, hogy valamibe bele kéne fogni? Nem. Ez az állatorvoslás az egy nagyon autonóm szakma. Ugye nincsen egy állatorvos brigád, meg állatorvos szakszervezet, meg szóval ez nem egy tömeges szakma. Minden állatorvos alapvetően egyedül dolgozik, autonóm vállalkozó volt már a régi rendszerben is, az új rendszerben is. Tehát én azt gondolom, hogy nem is arra nyer a nyughatatlanság, hanem még az otthonról hozott vállalkozási hajlandóság, vállalkozási véna, amit apámnak, anyámnak köszönhetek, az segített talán ahhoz, hogy állatorvosként is azt gondolom, hogy sikeres vállalkozóként kezdtem, hiszen biztos vannak
gyengébb és jobb sorsú állatorvosok. Én azt gondolom, hogy nekem sikerült úgy dolgoznom, hogy előre jutottam. Amikor megfogant benned az ötlet, ez véletlen volt valóban, olvastam róla történetet ugyanis. Aha. Amikor ide Fehérvárra Amikor ide került? Fehérvárra került, egy lábtörésnek Igen, igen. köszönhetően, ha úgy Édesanyám eltörte a lábát, hála Isten, nem nagyon, csak picit, és el kellett jönnünk Fehérvárra gipszeltetni. És a kórházban akkor is sokat kellett várni, és untam, órákig tartott, és azt gondoltam, hogy az én régi, még középiskolai gyakorlati helyemre, Lanczné Schubert Zsuzsanna, biztos ez a név sokat mond a fehérváriaknak, által alapított, 1972-ben alapított a férjével, Lanc Endrével ezt az állatkórházat. Szóval ott voltam gyakorlaton, voltak ott ismerőseim, barátaim állatorvosok, gondoltam, hogy eltöltöm az időt és elmegyek oda. Elmentem, és a legnagyobb meglepetésemre az akkori ügyvezető igazgató, elődöm Pálinkás Imre doktor azzal fogadott, hogy jöjjek ide dolgozni, de nem hogy állatorvosként, hanem ügyvezető igazgatóként, mert hogy ő az ügyvezető, de fölmondott, nincs senki helyette, és hát mindenki menekül. Nyilván meglepett ez a dolog, foglalkoztatott, gondolkodtam rajta, és mivel, ahogy mondtam, ez 92-ben volt, amikor a rendszerváltásnak ez az agráriumot egy kicsit derékba törő része már fenyegette, 10.000 forintot adtak például egy tehén levágásáért, csökkent az állomány ezekben az években, évtizedben megharmalódott a sertés létszám Magyarországon, a szarvasmarha létszám. Úgy éreztem, hogy a faluba a jövő nem annyira kiszámítható. Viszont a kisállat, tehát a kutyamacska praxis akkoriban indulgatott, ugye én akkor fiatal voltam, 26-7 éves, azt gondoltam, hogy talán itt az ideje, hogy változtassak. Nagyon nagy stratégiának tűnik, de hogy őszinte legyek, nem voltam nős, ha vannak gyerekeim, biztos nem merem megcsinálni például. Tehát Lános. Ehhez se akarok úgy hozzá tenni, hogy olyan nagy dolog volt. Csodródtam, érdekes volt, pályáztam. Az egy poén egyébként, hogy évekkel később a pályázati bizottságban lévő állatorvos kollégákat, megyei igazgatónak megköszöntem, hogy engem választottak, és akkor nevettek, és kiderült, hogy miért, mert senki más nem pályázott, csak én egyedül. Szóval ehhez is kellett, hogy fiatalon engem választottak, hogy senki más nem akart. Az akkor még az Állatorvos Tudományi Egyetem Székesfehérvári Gyakorló Klinikája Kft. Nevű intézmény élére elni. Mondanom se kell, hogy ez állatorvosi egyetemi tulajdonban lévő, gyakorlatilag kifosztott, teljesen tönkrement. Tehát egy lepukkant intézményt teljesen. Vettél. Nem volt fűtés például az első télen, amikor oda kerültem, tönkrement a gázkazán, és nem volt pénze a Kft-nek ezt kicseréltetni, úgyhogy Bekecsben 0 fokban dolgoztunk egész télen, és egy villanyrezson melegítettünk vizet laborba, abban voltak az injekciós üvegek, hogy ezek az olajos injekciók felszívhatók legyenek, és be tudjuk adni az állatoknak. Tehát egészen szegénység volt ránk jellemző. Kihívásnak tekintetted ezt a munkát? Voltak egyébként olyan társaid, munkatársaid, akiket kiválasztottál, és tudták, hogy mibe csöppennek, és mégis kitartottak melletted? Azt gondolom, hogy utólag visszanézve igen, de akkor olyan logikusnak tűnt az egész. Tehát ez a szegénység, amiről az előbb beszéltem, most innen visszanézve szegénység. Akkor egy ilyen adottságnak tűnt. Meg akkor lehet, hogy 0 fok volt, de fehér köpenybe dolgoztam, és előtte egy évvel meg még -10 fokban a Pálfai TS sertéstelepén dolgoztam munkásruhába. Tehát ahhoz képest, még ahhoz képest is előrelépés volt. És azok a kollégák, akik odajöttek velem együtt, meg kicserélődött tényleg az egész csapat, a régebben ott dolgozók, mindenki elment, akkor lett divatos a magánpraxis nyitása, a törvény is akkor tette ezt lehetővé, előtte nem volt olyan, hogy valaki kinyit egy állatos rendelőt a maga a szakállára. Szóval a régebbi kollégák elmentek magánpraxist indítani, én pedig fiatalokkal, hozzám hasonló korú kollégákkal töltöttem föl az állományt. Mindegyik ma híres és jó nevű állatorvos Fehérváron, elég a Lorászko Gábort és Segervald Ferenc nevét megemlítem. Aki az év állatorvos. Például. Lorászko Gábor pedig ott van velünk. Így van, ő a kamara mint elnöke. A kamara elnöke. Igen. Melyik volt az első lépcső, amikor azt mondtad, hogy most már elindultunk felfelé, hiszen azért a hidegben 0 fok után a +10 fok az még nem siker, valljuk meg. Akkor annak tűnt, amikor a gázkazánt ki tudtuk fizetni, de viccet félretélve. Szerintem a változás pillanata, ha ezt keressük, az az volt, amikor rájöttem, hogy ebből nem lesz semmi. Tehát
Ez egy 1500 négyzetméteres, 72 beépült épület, ami addigra a felújítás és egyébek kapcsán teljesen elamortizálódott. Magyarország legnagyobb állatkórháza volt, 10 fővel és évi 10 millió forintos bevétellel. Ugyanakkor a kazán, meg a tető, meg a, ez több millió forintba került volna. Tehát az épületre rá kellett volna költeni adott esetben az éves árbevételt. És rájöttem, hogy ezen a területen ennyi emberrel, ilyen kevés bevétellel, ennyi költséggel, ez biztos halál üzleti értelemben. Nem véletlen, hogy egyedül pályáztam, nyilván ez azt hiszem, hogy a tapasztalatlanoknak volt a szerencséje, úgy tetszik, és az, hogy akik esetleg még pályáztak volna, azok megnézték a számokat, és nálamnál több eszük volt, és nem mertek belecsapni. Úgyhogy szerintem az a pillanat volt a változás, amikor úgy döntöttem, hogy ez itt nem megy tovább, és beadtam az ajánlatomat, hogy én akkor ezt megveszem, ezt az egészet saját pénzemből, adják el nekem, és akkor majd én ezt felújítom, és elkezdek valami más csinálni. Örömmel szabadultak meg tőle? Igen, boldogak voltak. Boldogak voltak, eladták. Én úgy gondolom utólag is, meg azóta is azt mondják, hogy megszabadultak egy puptól a hátukon, hiszen az egyetemnek sem volt pénze arra, hogy ezt feljavítsa. Nem azért hanyagolták el ennyire, mert ilyen kedvük volt, vagy úgy gondolták, hogy ezt így kell csinálni, hanem nyilván a közállapotok nagyon rosszak voltak. Akkor abban a pillanatban már tudtad, hogy mit szeretnél? Igen. Egy másik törvényváltozás lehetővé tette, hogy a hozzám hasonlóan a tönkrement TSZ-ekből elbocsátott vagy fölmondott állatorvosok valami mást is csináljanak. Egy szerintem utólag nagyon jó törvénymódosítás volt ez, amely lehetővé tette állatorvosok számára is a gyógyszerkereskedelmet. Csak állatgyógyszerkereskedelmet, addig csak a humánpatikusok kereskedhettek állatgyógyszerrel, tehát az állatorvosokat és a TSZ-eket is csak a humán gyógyszertárok szolgálták ki állatgyógyszerrel, de akkor lehetővé vált az, hogy mi állatorvosok is adjuk, vegyük a gyógyszereket. És akkor én nekem az volt az ötletem, hogy ha már 1500 négyzetméter rendelkezésre áll, tehát van helyem, akkor elkezdek kereskedni. Egyébként nyilván ez is otthonról jött, hiszen a dinnyét azt el kellett adni. Világos. És hát otthon én megtanultam már ezt édesapámtól, édesanyámtól, hogy hogyan kell kereskedelmet csinálni. Úgyhogy nekiálltunk először csak is regionális, Fejér megyei attitűd, utána nagyobb, egyre távolabb, első teherautó, második. Egy nagyon szerves, hosszú folyamat volt ez, de vagy 10 év alatt eljutottunk oda, hogy már milliárdos bevétel, 100 dolgozó, és egész Magyarország területére szállítsunk. Mennyit kellett változnod neked, illetve a munkatársaidnak, hiszen ez nagy lépték, óriási a változás. Hát igen. Hiszen eljutni az első milliótól a milliárdig, az rendben van, de a folyamatos fejlődés záloga az mégiscsak az, hogy napról napra gondolkodni kell. Tehát az innovatív szemléletet nem lehet csúcsba dobni, hogy most már elég, köszönöm. Hát igen. Ez meg is eszi egyébként az embereket, tehát nagyon sok kollega, utólag most azt mondanám, hogy jogosan, bár akkor nem értettem, nem tartott velem. Tehát azt mondták, hogy ez nem szakma, most mi diplomás emberek vagyunk, ne kereskedjünk, hanem gyógyítsunk. Tehát valahogy így felülről, ilyen madárléptékből kellett nézni, hogy jó, gyógyítsunk, de abból nem fogunk tudni megélni. Nem fogjuk tudni föntartani. Nem véletlen, hogy egyébként az általános klinikák által ilyen egy-két személyes kisebb objektumok, legalábbis akkoriban azok voltak. Szóval több kollega úgy döntött, hogy nem akar ezzel a dologgal együtt élni és együttműködni. Ezek nyilván hoztak vitákat, de hát senkit nem akartam megerőszakolni. Én gyakorlatilag ennek köszönhetően aztán ráhagytam az állatkórházat ezekre a kollégákra. Az első 5-6 év után már egyáltalán nem dolgoztam, nem ütöttem. Mai napig sem dolgozom már semmit állatorvosként, hanem kvázi én kereskedtem. Ők műtöttek, kezelgettek, én meg kereskedtem, és hát nyilván az a része az fejlődött, ahogy fejlődött. Nyilván arra is büszke vagyok, mert azért szép az állatkórház, a mai napig is meghagytuk. Ugyanaz árbevételünk egyetlen 1%-át hozza, de azt gondolom, hogy egyrészt onnan jöttem ez a szakmám, tehát büszke vagyok rá, szeretem. Másrészt egyfajta közszolgáltatást is végzünk, hiszen talán Dunántúl az egyedüli ilyen éjjel-nappal, karácsonykor, szentestés nyitva lévő állatkórház. Másrészt meg azt gondolom, hogy ez hitelesíti azért a kereskedelmi munkánknak is a minőségét, hogy mi nem csak adjuk, veszük a gyógyszereket, hanem azokat ismerjük, használjuk. Tehát azt gondolom, hogy elmondhatjuk ezáltal, hogy mi professzionális szakmai kereskedők vagyunk. Tehát jól döntöttél, amikor döntöttél, hogy a praxis vagy a kereskedelem. Igen. Illetve az a menedzser típusú szemlélet. Igen. Kettő egyébként nem egyeztethető össze?
Szerintem Ilyen biztos szinten összeegyeztető, biztos csak nem. időben nem. Tehát az ember nem ér rá arra, hogy műtögessem. A sokadik siker után soha nem jött a megnyugvás, hiszen jöttek a szakmai sikerek. Azért a visszajelzés, a pozitív megerősítés szerintem minden hivatásban fontos. Ugye nem sorolom fel az elismeréseidet, de csak az elmúlt időszakot, ha nézzük, ugye az év vállalkozója voltál Fejér megyében 2009-ben, a Magyar Gazdaságért díjat kaptad. Aztán még ezt, igen, tehát a Magyar Aranyérdem kereszt, ez kis ilyen kifelejtettem. Azt hiszem, hogy nem mehetünk el szó nélkül. Ez tényleg megerősítést jelent neked ma is, hogy jó úton jársz? Hát azt gondolom, hogy igen, nyilván az ember nem csak azért dolgozik, hogy a vállalata növekedjen, hogy ő maga gazdagodjon ezáltal, hiszen minden vállalkozásnak a profit a célja elsősorban, azt gondolom, hogy hazudnék, ha más mondanák, de azt hiszem, hogy azért a foglalkoztatási létszám bővülésére, arra, hogy mennyi családnak adunk biztos megélhetést. Tavaly 1,8 milliárd forint volt a vállalatcsoport adó teljesítménye például. Tehát én azt gondolom, hogy ezek olyan számok, adatok, amikre büszke lehet az ember. És én ezekre büszke is vagyok, és én azt gondolom, azt remélem, hogy ezek a díjak ezt a fajta közösségért való munkánkat és tevékenységünket és áldozatainkat ismerik el. Hogy visszatérjünk a Magyar Arany Érdemkereszthez, ugye a laudációban úgy szerepel, hogy az állategészségügy korszerűsítésért és az állatgyógyászat fejlesztéséért. Most ennek tükrében hol tart a világhoz képest a magyar állatgyógyászat? Az élvonalban. Azt kell, hogy mondjam, hogy ami különbség van, az legfeljebb csak pénzügyi különbség, tehát a nagyságokban és a méretekben van, tehát lehet, hogy nálunk nem a legdrágább digitális röntgen van, de ugyanolyan digitális röntgen van, mint Londonban vagy New Yorkban. Ugyanaz a technológia elérhető. És az állatorvosok szakmai tudása, az pedig azt gondolom, hogy talán nem szakma sovinizmus, még előrébb is van, ahogy mondtam, az Állatorvosi Egyetem világszerte elismert akkreditációval rendelkezik. A Európa összes állatorvostudományi egy intézmények közül a hetedikként ismerték el. Ez azt jelenti, hogy egy állatorvos a végez bárhova mehet dolgozni, mindenhol szívesen fogadják, ha Magyarországon végzett. És én azt gondolom, hogy ez azért van, mert nagyon-nagyon magas szint, ugye 225 éves volt tavaly. Egy kicsit még maradjunk az állatorvoslásnál, hogy megérkezzünk a befektetési holding dolgaihoz. Ugye nemrégiben volt a 14. állatorvosi emléknap a Kulcsi legendák emlékére többek között, és ott is elhangzott, hogy az állatorvosok, nagyszerű állatorvosaink vannak, és szerencsére Fejér megye élen jár ebben, köszönhetően egyébként a kulcsiatoknak is. És Sotonyi Péter mondta, hogy most már nem tart attól, hogy bárhova elmegy egy magyar állatorvos, bárhova a világban, megerősítve, amit az imént mondtál a hetedik helyjel, akkor kinézik onnét. Sőt, pontosan fordítva, hiszen hazánkba érkeznek most már Európából mindenhonnét Budapestre tanulni. Ez jó érzéssel tölt el? Igen, abszolút büszkék vagyunk rá. Az elmúlt évtizedekben volt egy kellemetlen epizód az állatorvos szakma életében. Ezt nehezé mondom így nevetve, mert már túl vagyunk rajta. Szóval a több mint 200 éves egyetemünk egyszer csak kar lett, egyetemi kar. Beintegrálták a Gödöllői Egyetembe, amivel nem volt semmi baj, de azért mégiscsak az önállóságot minden egyetem jobban szereti. És ezt úgy tudom, hogy kormánydöntés megszületett, az idén visszakapjuk ezt a lehetőséget, és ezért azt gondolom, hogy sokkal jobb kedve van minden állatorvosnak, aki még az Állatorvosi Egyetemen végzett. És én azt hiszem, hogy valahol a tudományos és szakmai munkán és minőségen kívül az is közrejátszhatott ebbe a kormánydöntésbe, hogy kétszer annyi idegen nyelvű hallgató a világ talán 30 vagy 40 országából tanul jelenleg is az Állatorvosi Tudományi Egyetemen, akik által befizetett tandíj fedezi a magyar hallgatók költségeit is. Tehát tulajdonképpen azt hiszem, hogy egy felsőoktatási modell is lehet ilyen értelemben, hogy a saját bevételiből tudja finanszírozni magát. Most nyilván ez minden szakmában biztos nem lehet így, és minden egyetemre ez nem lehet jellemző, de mi azért büszkék vagyunk, hogy a Magyar Állatorvosi Tudományi Egyetem ilyen szinten van. Európában hol helyeznéd el, és akkor most már Alfa Befektetési Holding ezt a céget, hiszen említetted az 1,8 milliárd forint adó
az nyilvánvaló, hogy akkor a bevétel az 10 felett van. 15-16 milliárd forint. 16 milliárd forint. Az idei ehhez bevételi. Mi mindent kell tenni? A szinten tartás elég, vagy folyamatosan kell fejlődni? Fejlődni kell folyamatosan. Ez jelenlegi társadalmi rendszerben lejárója, nagyon nehéz egyébként. Nagyon nehezen emésztettem meg azt, hogy egy sikeres év után, december 31-én megünnepeljük, hogy vége, sikerültek a terveink, vagy nem sikerültek, általában szoktak sikerülni. Ezek általában azért materiális pénzügyi tervek, bevétel, eredmény, üzemi eredmény, adózott eredmény, stb. És január 1-én kezdődik a hajsza előről tovább. Tehát lehet, hogy öregszem, de szóval ezt még a mai napig is nehezen viselem, hogy kezdődik előről. És a kollégákkal is megértetni, hogy köszönjük szépen, jó volt, amit tavaly csináltatok, és idén már ez kevés, amit tavaly csináltatok. Azt gondolom, hogy ez egyfajta emberpróbáló dolog. Nem akarom a tevékenységet fényezni, mert valószínű, hogy nagyon sok más szakmában is ugyanígy van, a kereskedőknél és a gyártóknál biztos, de azért így egyre nehezebb. Főleg úgy, hogy minden évben tanult meg, vagy talált ki, hogy mitől leszel jobb, mitől leszel erősebb, mitől lesz több az árbevételed, mitől tudsz biztosabban fizetni a beszállítóidnak, mitől tudsz versenyképesebb jövedelmet adni a beosztottjaidnak, mert különben elviszi a konkurencia. Tehát van azért mit gondolkodni, és eznek soha nincs vége. Vagy amikor azt gondolod, hogy vége, akkor egy plató jön, és utána elkezdesz süllyedni, és mész tönkrefele. Szóval nekünk az elmúlt 25 év tapasztalata, hogy minden évben meg kell, hogy újuljunk. Az utóbbi évek fő irány az volt, hogy egyébként büszke vagyok rá, azt remélem, hogy ez egy nagyon jó út, hogy az egyszerű, idézelben egyszerű, mert azért a gyógyszerkereskedelem az mégse patkószeg árulás, szóval ez egy nagyon szabályozott, mindenfajta felügyelet által vizsgált, nyilván a fogyasztóvédelem és az áltegészségügyi érdekeit messze menőkig kiszolgáló bonyolult kereskedelem, de minden esetre csak kereskedelem. Szóval a kereskedelem irányából egy magasabb értéket előállító kutatófejlesztő, terméket kitaláló, azt megtervező, majd legyártó, egy gyártóvállalattá alakuljunk. És annak azt boldogan jelentettem, hogy az elmúlt két évben két üzemet is sikerült átadnunk. Az egyik az gyógyremixeket gyárt, a másik pedig gyógyszeres termékeket. Nem véletlenül mondta egyébként a gödöllői avatón Orbán Viktor, hogy a példa, és nem csak az állatgyógyászatban és az állategészségügyben példa az Alfa Holding. Egyébként jól esik, ha megdicsérnek? Hát persze, kinek nem esik jól. Jó, mert csak mosolyog a szemed, de ez nyilván így van. Európában hol helyezed el ezeket a Magyarországon kapott dicséreteket? A nem fontos kategóriába. Ezzel azt értem, hogy nekem nem fontos, hogy európai szinten az én dicséreteim, vagy elismeréseim, vagy az én vállalatom milyen, vagy mekkora. Mondhatnám azt, hogy az égig fogunk növekedni, de ez nem igaz. Tehát teljesen biztos, hogy előbb-utóbb elérjük a határainkat. Már most is Magyarországon több gyógyszert effektíven nem tudunk eladni, mert sajnos az állatlétszám adatok azok nem növekednek. Úgyhogy csak is az exportba bizakodhatunk gyártóként. Van esélyünk, hogy exportáljunk, de most azzal, hogy sikerült gyógyszergyárat építenünk, sikerült több tucat terméket innoválnunk bele, ahogy legyen mit gyártani, most kinyílott egy még nagyobb focipálya, miszerint akkor ezt kinek és hova adjuk el. És akkor nulláról elkezdeni exportálni Nyugat-Európába például, azt gondolom, hogy ezt bárki beláthatja, nem olyan egyszerű, vagy éppen célunk lehet a közel-keleti térség, vagy a fák országok, most ott is milyen a politikai zűrzavar és a helyzet, megváltoztak az erőviszonyok, a régi kapcsolatrendszerek nem működnek, az újak még nem alakultak ki, akkor fák országok például, ukrajnai helyzet, orosz helyzet, tehát momentán erősen gondolkodunk, hogy az exportunkat hogy fogjuk tudni elindítani, mert most tavaly kezdődött a gyártás, tehát néhány százmillió forintnál tartunk, és hát a gyár kapacitása akkora, hogy egy hónap alatt le tudja gyártani Magyarország teljes állatgyógyszer premix igényét. Egyébként nem azért ekkora a kapacitása, mert olyan megalománok lennénk, vagy olyan nagyot akartunk volna, hanem amikor megvettük a gépeinket, berendezéseinket, a legmodernebb technológiát vásároltuk meg, Amerikai Egyesült Államokból importáltuk, akkor ezek voltak a legkisebb gépek az USA-ban. Gyógyszergyártó gépek, ekkorák. Na most, hogyha Amerikában a legkisebb gép akkor, hogy egy hónap alatt le lehet vele gyártani Magyarország teljes gyógypremix igényét, akkor mit akarok én Európába? Vagy mit akarok én növekedni? Tehát én azt gondolom, hogy
amit eddig is csináltunk, majd összeszedjük, amink van, és próbálunk lépésről lépésre, step by step menegetni, előbb 1 milliárd, aztán 2 milliárd, és majd szép lassan építkezünk. Szerintem csak így lehet, vagy legalábbis mi így tudunk. Tehát a bázis itthon van mindenki. Hát egyelőre még igen, de ahogy mondtam, a növekedésnek a bázisa az már csak a külföld lehet. És a kettő talán majd, ha egyensúlyba kerül, az lesz az igazán jó, mert a termékek egy jelentős részét importáljuk euróért, és ugye ha forint a bevételem, és euróért meg dollárért kell importálnom, akkor nem jó, hogyha nincs euró vagy dollár bevételem. Tehát ez valószínű, hogy a kockázatot is jelentősen csökkenteni fogja majd. Nos, köszönöm, hogy itt voltál. Végezetül advent idejét értjük, a várakozás ünnepe megérint bennünket. Mit kívánnál magadnak, az állatorvos kollégáidnak, a cég dolgozóinak, munkatársaidnak karácsonyra? Hát nyugalmat, elsősorban nyugalmat, békét. Emberi értelemben azt, hogy a munka mellett, az állandó hajszak, küzdelem mellett megtalálják azt az egyéni családi boldogságot, amikor egy kicsit tudnak pihenni, kicsit megnyugodni, és azt kívánom nekik, hogy forduljanak befele, családjuk fele, önmaguk fele. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!